nem csak a filmvásznon, hanem műugrásban is a legjobbak között szerepel már Hajis Dorottya, aki Csóri Dorkával ezüstérmet szerzett a felnőttek között szinkron műugrásban egy hollandiai versenyen. Deák Kristóf Oscar-díja jutalmazott Mindenki című rövid filmjének főszereplője, emellett egyéniben a 10. lett vendégem a két fiatal sportoló, akikkel sportról és filmezésről is beszélgettünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Hát először is gratulálok ehhez az eredményhez, és kezdjük is ezzel, hiszen ha jól tudom, azért nem olyan régóta dolgoztok együtt, és azért ez nagy összhang kell. Dorka, két Dorkánk van, kezdjünk veled. Hát igen, fél éve kerültünk együtt, és kifejezetten nem is bírtuk egymást. És aztán nem tudom, én nyáron nagyon megszerettem, ugye az EB-re is együtt mentünk, és ott lettünk igazából nagyon jóba. De később kerültünk együtt, mikor mindketten átmentünk a Lundába, a Liát Balázs hazajövetele által. És ott kerültünk össze, és már rögtön megnéztük, hogy a szinkront, és Balázs azt mondta, hogy hát ennek lehet jövője, úgyhogy elkezdtük gyakorolni. És az országos bajnokság volt így az első versenyünk. De ez a Hollandia azért jobban sikerült, ez volt a második. Mi az, amiben mondjuk ilyen jó összhangra tudtok találni egymással, miben vagytok jó, mi az, amiben ez így passzol? Hát nagyon hasonlóak vagyunk, a humorunk is nagyon hasonló, és minden jól el tudunk beszélgetni, úgyhogy... Tehát ugye egy hullámhosszra kell kerülni ilyenkor? Hát igen, meg ugye ugyanazt a technikát tanuljuk az ugrásokba, ezért így viszonylag könnyen megy egyszerre, hogyha mindketten jól megcsináljuk. Tehát alapvetően, és közben képet is láttunk már rólatok, ahogy ugrotok, ugye nagyon fontos itt ez az összhang, meg az az időzítés, ami teljesen egyforma. Mi az, ami mégis nehézséget okozott, amit össze kellett csiszolni? Mindkettőnknek vannak a technikában nehézségei. Tehát ő nem tartja a fejét, nekem meg nem annyira hajlékony a vállam, mint neki. És ugye ez így... adhat probléma ebből, vagy elcsúszhat így a mozgás, vagy például ő a hátra irányban magasabbra ugrik, én meg lerántom az ugrás, hogy jobban forogjon. És hát ezt kellett így összeegyeztetni, így a hibáinkat kijavítani, hogy egyszerre legyen. Elképesztően fiatalok vagytok, és már is egy felnőtt, ugye A-kategóriás versenyen indultatok, de nem ez volt az első, ugye Dorka? Nem. Tehát voltatok már felnőtt versenyen is? Ja, felnőtt versenyben ez volt az első. Aha, igen. De együtt, akkor ez volt a második versenyetek. Igen, együtt, igen. Miben volt különböző a felnőtt mezőny a saját korosztályokétól? Hát először kicsit meg is ijedtünk, mert azért felnőttben már mindenki jóval magabiztosabb, és azért elég nehéz ugrásokat is csinálnak. És hát igen, ugrás nehézségben mindenképp különbözik, mert a felnőttek már azért nehezebb ugrásokat is meg tudnak csinálni. Ugye azt mondtátok, hogy a Balázshoz kerültetek át, ő nagyon sokáig Hollandiában dolgozott, elképesztő új technikákat és gondolatokat tudott hazahozni. Mennyire volt könnyű alkalmazkodni hozzá, vagy mi az, amiben jó vele dolgozni? Nagyon jó edző, és minden tényleg nagyon érthetően elmond. És a technikákat, amiket mond, hogy miért, hogy csináljuk, el is magyarázza, hogy miért, és így sokkal könnyebb megcsinálni. Jó, nem mindig sikerül, de mindig edzések után, ha van egy rossz edzés, akkor elbeszélget a fejünkkel, hogy helyre rakjon minket például. És a Novák Eszter is például azért van velünk ott, hogyha esetleg valami baj adódik, akkor ő az, aki így mentálisan és így lelkileg is így ott van velünk. Szóval így egyszerre két oldalról kapjuk a támogatást, ezért is könnyebb így velük dolgozni. Számodra mi volt benne új? Hát nekem az új volt nagyon, hogy minden nagyon tisztán elmagyaráz tényleg, hogy minden megértsünk és jól meg tudjuk csinálni. Szigorú, de nekem ez kell, mert néha nekem kell, hogy valaki erősebben rám szóljon, hogy jól oda tudjak koncentrálni. És igen, ahogy Dorka mondta Eszterrel, pedig mindig meghallgat, meg ha látja rajtunk, hogy valami nincs rendben, akkor vele nagyon jól meg tudjuk beszélni a dolgokat. Mit szóltál hozzá, amikor kiderült, hogy Dorkával kell majd együtt dolgoznod? Hiszen azt gondolom, hogy ez, hogy ugye neki egy filmes háttere is van, ez azért mindenki ismeri, mindenki tiszteli, ezért felnéz rá. Hát az én lányaim azok teljesen ki vannak akadva, hogy úristen, hogy ilyen kislányjal beszélgetek, hát ők ugye még jóval fiatalabbak, hogy lehet? Hát hogyan viszonyulsz te ehhez, vagy hogyan fogadják őt, mit látsz, mennyire fontos szempont ez, vagy ilyenkor a sport esetében teljesen háttérbe szorul? Hát igen, ahogy az elején mondta Dorka, mi nem voltunk jóba sokáig, mikor kezdtük a műugrást. Ugye külön egyesületben voltunk, de mindig megvolt ez a nem annyira szerettük egymást, és az EB-n ott együtt voltunk, és ott nagyon jóba lettünk, és nekem egy teljesen más képen volt a Dorkáról.
és mikor megismertem őt, akkor nagyon rácsodálkozom, hogy teljesen más. Szóval... Tehát volt egy elképzelés abból, volt. Amit már hallottál, igen. És közben a természete pedig teljesen más. Igen, teljesen más. Hát azért nem lehet neked könnyű, mert azért ilyen gondolatok, ilyen elképzelések rólad biztos vannak a versenyző társakban, aztán kiderül, hogy teljesen más vagy. Hogyan viseled ezt, mennyire könnyű vagy nehéz? Hát igazából az mindenkinek a saját dolga, hogy most épp hogyan áll hozzám. Aki megismer, az pedig eldöntheti már maga, hogy hogyan álljon hozzám. Nem igazán szeretem az előítéleteket, de szerintem mindenkiben van egy kicsi, és mindenki az alapján állít be a másokról egy képet, amit lát a tévén keresztül, vagy amit másoktól hall. Most ez mindenkinek a saját döntés, hogy elhiszi, és hogy áll ahhoz az adott személyhez, de remélem, hogy így a barátaim, azok tényleg nem ezért vannak velem, és akik meg igen, azok meg nyugodtan gondoljanak bármit. Akkor térjünk az egyénire, mert ott aztán ilyenek nem zavarnak téged. Hogyan állsz? A tizedik hely, ez most számodra mit ért? Ez is A kategóriás felnőtt verseny, azért ez egy nagyon jó eredménynek tűnik. Hát felnőttben tizedik lettem, az igazából a felnőtt annyira nem volt mérvadó, csak elindultunk, hogy ugye szokjuk a versenyhelyzetet. Az A kategória, az egy új korosztályban, most léptünk be, 15-18 éves korig, szóval mi vagyunk az első évesek, a legfiatalabbak, és nehéz volt ez így az első verseny, mert tudtuk, hogy nagyobbakkal leszünk együtt, és én egyébként sokkal rosszabb eredményre számítottam, és itt lettem 8. egy méteren, és annak én nagyon örültem, mert bár nem így a legjobbamat ugrottam, vagy magamhoz képest így nem tudom, de egész jól sikerült ahhoz képest, hogy ez volt az év így második versenyem, meg hogy így első korosztály, úgyhogy én örülök neki. Meg volt egy sérülésed is, ha minden igaz. 2 héttel a verseny előtt, nem tudom, egyik edzésen elkezdett fájni a térdem, és előgyaksít csináltam, és így beragyott a térdem, és összeestem, és nem igazán bírtam felállni. És aztán így egy hétig így alig bírtam ráállni, meg ilyenek, szóval egy hétig nem is tudtam edzeni így a verseny előtt, és kérdéses volt még pár nappal a Hollandia előtt, hogy egyáltalán megyek-e. De végül kaptam injekciókat a lábamra, meg így teletoltak fájdalomcsillapítóval, és akkor így tudtam indulni. De ilyenkor mit tudsz neki segíteni? Vagy ez téged mennyire érintett? Ha most kidől a sorból, akkor veled mi lesz? Hát igen, megijedtem, mert így a szinkron is kérdéses lett, hogy Dorka egyáltalán tud-e jönni. De aztán végül úgy alakult, hogy szerencsére tudott jönni, mert ugye megkapta a fájdalomcsillapítókat is, de hát megbeszéltük az edzővel, hogyha esetleg úgy alakul, akkor egy másik lányjal fogok szinkronozni. Úgyhogy, de aztán jól alakult minden végül. Mennyire megy a filmezés emellett? Jól tanulsz, jól sportolsz, és közben ott van a filmezés is. Hogyan lehet ezt összeegyeztetni, és mi az, ami most éppen aktuális? Most a gimnáziummal kicsit nehezebb lett így az egész, ugye általános iskolával sokkal könnyebben össze lehetett így egyeztetni, de szerencsére így a klub, meg így az edzőm olyan rendet állított fel, hogy beleférjen az iskola, és tényleg így hozzánk igazították az egészet. És direkt szólt, hogy ha lesz ilyen filmezés, akkor egy héttel előbb szóljak, mert akkor úgy csinálja az edzéstervet, hogy az egy nap kihagyható legyen. És akkor így szépen így összeegyeztetjük ezt az egészet. És milyen film van most, ami aktuális? Aztán majd éppen befejezés felé jártok már, nem? A Mosolykának lesz egy filmje, ugye az életrajzáról, majd helyett most. Ennek majd lesz egy bemutatója. Mennyire figyeled az Oscar-díj átadást azóta, hogy te is ott szerepeltél rajta? És egyáltalán mennyit mesélsz mondjuk a társaidnak erről? Ugye azt gondolnám, hogy ha ott voltál, szerepeltél, akkor az ember most már jobban figyel, egy kicsit a fókuszban jobban benne van. Ez hát rövidesen itt lesz a következő. Igen, nagy figyelemmel szoktam kísérni, meg úgy, hogy így ott voltam, így nagyjából már tudom is, hogy mik történnek ott, és teljesen más szemmel tudom nézni, mint így a tévé képernyőjén. De így magáról az Oscarról, meg ezekről nem szoktam mesélni másoknak, max. Ha kérdeznek, én nem vagyok olyan, hogy most akkor elkezdek erről beszélni, hogyha látom, hogy nem érdekli, vagy nem tudom, ha kérdez, akkor válaszolok rá. De egyébként Dorkával mindent meg szoktunk beszélni, szóval tényleg mindent tud rólam. Na, akkor most mennyire várjátok a mostani Oscar-díj átadást, és van-e favorit, amit szeretnétek? Dorka, neked? Én megmondom őszintén, nem annyira követem. Nem annyira követed. És a Dorkával, bocsánat, a Dorkával kapcsolatos dolgokat így szoktam kérdezni, de egyébként tényleg nem mond semmit. Szóval így utólag mondja, hogy ja, amúgy akkor voltam egy forgatáson, és akkor mondom, milyen forgatás, nem is szóval akkor nem is ütközik az idő, tehát úgy intézi, hogy te szinte észre se veszed.
Hát igen, és nem szeret róla beszélni, pedig engem érdekelne, szóval így utólag szoktam megtudni dolgokat. Na és akkor te mit látsz, mi az, amit szeretnél győztesként látni az Oscar-díjon? Fogalmam sincs, hogy milyen filmek indulnak, vagy milyen filmek kapták, meg szerintem még nem is derült ki az az öt, aki megy, vagy nem tudom. De ha lesz magyar film, akkor nyilván annak drukkolok, és szerintem nézni fogom, ameddig fent tudok maradni. És amennyire belefér, hogy ugyan el legyél fáradt majd másnap. Nagyon szépen köszönöm, lányok, további sok sikert kívánok nektek. Köszönjük.